A Paksi FC összeállítását láthatják a képernyőn, amelyben sok meglepetés nincsen, egy komoly hiányzója van Csertő Jaurélnak, mégpedig Kecski is nem játszhat sérülés miatt. Alapvetően a legjobb együttesével állhat ki. A Békés Csabaiakat illetően pedig, ami érdekes változás az előző fordulóhoz képest, hogy Mursics Roland bekerült a kapuba. Lubos Ilizi volt az, aki 7-szer kényszerült kiszedni a hálóból a labdát az előző fordulóban a Debrecen elleni 7-0-ás vereség alkalmával, hiszen hátra jut a labda Molnárhoz. Ez viszont nagyon rossz, ebből indulhat Calvente. Calvente a 16-osnál beadja, ott a helyzet, vezet a Békés Csaba, kérem szépen. A 7. percben egy rossz kirúgásból villámgyorsan visszatámadnak a hazaiak, és hát Calventét kell dicsérni, azon pillanatban felismerte a lehetőséget, és nagyszerűen passzolt középre. Pirtalannak nem volt már nehéz dolga. 1-0-ra vezet tehát a hazai együttes rögtön a mérkőzés elején. Itt a beadás nagyszerű ütemben, Birtalan pedig jobb külsővel ér bele és passzolja a kapuba. Finom kis megoldás. Molnár igazából csak saját magát hibáztathatja. Zorán Spisiak öröme. Kirmayer hosszú indítása Birtalannak, ez is jó lehet. Birtalan veszi le, újabb helyzet, Birtalan emel, gól! 2-0, micsoda kezdés ez, kérem szépen, Békés Csabán. Birtalan Boton bekerült a csapatba, és rúgott itt 2 perc alatt 2 gólt hirtelen. Na erre azt hiszem kevesen számítottak. Szíme a második találat. Birtalan tulajdonképpen egyedül veszi át, de gyönyörűen veszi át, és belsővel, ahogy emel, csak beleérni tudott Molnár. Nagyszerű volt a légstopp, és az emelés is, mondjuk néhány centi híja volt, hogy meg tudja fogni Molnár, de a gólt ugye nem kell megmagyarázni. Szöglet, 54. percben. Jó is a beadás, és gól! Nagyszerűen érkezett középen Pap Kristóf, és ahová fölfejelte, ott nincs kapus, aki kivédje azt a labdát a bal felső sarokból. Hát visszajön a meccsbe a Paks, és tényleg anélkül, hogy igazi helyzetet dolgozott volna ki a vendégegyüttes, egy szöglet kellett hozzá, hogy gólt szerezzen a paksi csapat. Itt jön a beívelés, Pap leválik emberéről, és hát azt oda nagyon fölfejelte a felső sarokba. Visszafelé, ráadásul kapus mozgásával ellentétes irányban védhetetlen fejes. Itt van Pap Kristóf. Bajner forgolódik, Bajner. Jön a beívelés, Barta veszi át, visszateszi lövésre, Szakály, bal oldalon üres ember. Szabó nézhet föl, visszateszi, Szakály lövéssel egyenlít a Paks. És úgy egyenlít a Paks, hogy megpattan Szakály Dénes lövése. Középen Tomás Pirmajoron, aki többször is megmentette már a csapatát a góltól, legalábbis többször beavatkozott jól a védelemben, ezúttal rosszul ért a labdához. Itt van Szabó János, aki ezúttal nem beadja, hanem nagyon okosan visszafelé passzol. Szakály pedig ballal kapásból rárúgja, és Pirmayer, ahogy belekap, becsapja a kapusát. Ott pattan meg az osztrákon. Mursics már elvetődött, nem volt esélye rá, hogy hárítson. Itt fog látszani. Igen, ahogy belekapott Pirmayer, megfogta volna a Békés Csabai kapus ezt a lövést. Csertő Jaurél örülhet. Szabó és Bertus a bal oldalon, utóbbi adja be, Fábio fejeli ki. Megint a Paks jöhet, egy egészen rossz becsúszás Szalaitól. A játékvezető hatalmas sprinttel odamegy és piros lapot ad Szalainak. Szándékos, durva belépőként értékelte ezek szerint Berke Balázs ezt a belépőt. Nekem elsőre inkább egy rossz ütemű becsúsztásnak tűnt, de mindjárt megnézzük. Itt jön Szalai. Hát igen, felemelte a lábát és el akarta találni mindenáron Lenzsért. Mondjuk 98. perc. Barta! Gól! Gól! Kérem szépen, a 98. percben szabadrúgásból a Paks megnyeri a mérkőzést.
Egészen elképesztő forgatókönyv ezen a találkozón is. Hát a Békés Csabát veri a sors ebben a bajnokságban. Nem először veszítenek már az utolsó pillanatokban pontokat, de hát Barta, ahogy ezt eltalálta, az valami elképesztő, védhetetlen. A felső lécről vágódik a hálóba a labda. Itt van szegény Mursics. Ő még abban bízott, hogy kifelé pattant a labda. Azt nézte talán, de nem. Bent van mögötte. Sajnos ki kell, hogy szedje a hálóból. Ez a nagy csattanója a meccsnek, Csertője Aurél örülhet. Szóval Birtalan két góljával az első félidőben még 2-0-ra a Békés Csaba vezetett, aztán a második játékrészben egyfolytában mezőnyfölényben volt a Paks, Pap Kristóf, aztán Szakály Dénes betalált, úgy egyenlített a vendégegyüttes, Barta pedig jött a csattanóval a 97. percben szabadrúgásból megszerezte a győztes gólt. A végeredménnyel búcsúzunk, Békés Csaba Paks 2-3.